estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják, május 8-án, szerdán este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Május 8-a a Nemzetközi Nőnap, virágoztás hagyománya folytatódott Csátoraljóújhelyen. Internetes és telefonos csalókra figyelmeztet Csátoraljóújhely város önkormányzata és a Csátoraljóújhelyi rendőrkapitányság. Társasjáték klubot indít a Csátoraljóújhelyi városi könyvtár. Május 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából a hagyományokat folytatva Szamosvölgyi Péter polgármester és Dankó Dénes alpolgármester egy-egy virággal lepte meg kora reggel a város hölgyeit. Természetesen ebben az évben is örömmel fogadta mindenki az ajándékot. Összesen 200 illatozó jácintette így szebbé a napjukat. Fontos az az érték, amit ma a nők képviselnek, de nem csak ma, hanem az év valamennyi napján, tették hozzá a városvezetők. Rózsaszín, lila, kék egymás mellett sorakoztak a jácintok, hogy szépségükkel és illatukkal szebbé tegyék valakinek a napját. Ezeket adta át néhány jó kívánság keretében Szamosvölgyi Péter polgármester és Dankó Dénes alpolgármester azoknak a hölgyeknek, akikkel a reggeli órákban az utcán találkoztak. Több éves hagyomány már ez, amelyet láthatóan örömmel fogadtak idén is a megajándékozottak. Fontos értékrendet képviselnek a nők, mondta a város vezetője. A megbízhatóságot, a kiszámíthatóságot, a szeretetet, a gyermekekre való odafigyelést és minden mást, ami a nőkkel született tulajdonság. És azt hiszem, hogy a társadalom többsége így is gondolja el, akár nőkről, akár férfiakról, akár idősekről, akár gyerekekről legyen szó, azt a szerepet, amit a Jóistentől kaptak a nők, és mi nem gondoljuk, hogy ezen bármilyen szempontból változtatni kéne. Ezért próbálunk egy kis mosolyt csalni itt 8-án, március 8-án a reggeli órákban minden hölgynek, asszonynak, lánynak, nagymamának és édesanyának az arcára, akikkel találkozunk egy kicsike kis virággal, mert hogy biztos, hogy van köztük olyan, vagy akad olyan közöttük, akiket lehet, hogy senki nem köszönt. És ha már egy ilyet sikerül találnunk közöttük, akkor már megérte, hát még, hogyha 200-at osztunk ki. A nők megbecsülése azonban nem csak ezen a napon kell, hogy a középpontba kerüljön, tette hozzá a város alpolgármestere. Azt gondolom, hogy nyugodtan támaszkodhat az egész világ a nőkre, mert ha vészhelyzet volt, hogyha háború volt, hogyha nehéz idők jártak, akkor akármennyire is a férfiak voltak kitolva az előtérbe, azért a családoknak a biztonságát, a hátországot azt mindig a nők biztosították, úgyhogy talán ezért is fontos, hogy mindig kellő nyílcívval forduljunk a nők felé, ne csak nőnap alkalmából, hanem az év minden egyes napján, úgyhogy ma egy kis jelképes ajándékként egy-egy virágot tudunk átadni, már hagyományosan mondhatom, hogy több mint 10 éve zajlik nálunk ez a hagyomány, de azt gondolom, hogy minden nap hálásnak kell lenni nekünk férfiaknak, a nőknek, hogy vannak nekünk, és bizony segítik a világ előrehaladását. Az első nemzetközi nőnapot 1909-ben tartották meg az Egyesült Államokban, majd meghódította Európát is. Ez egyben a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak ünnepe is. Internetes és telefonos csalókra figyelmeztet Csátoraljóújhely város önkormányzata és a Csátoraljóújhelyi rendőrkapitányság. Az elmúlt időszakban többeket telefonon kerestek meg, magukat egyik vagy másik bank munkatársának kiadva, aki személyes adatokat kért a vonal túlsó felén lévőktől. Ilyenkor megalapozott lehet a gyanú, hogy mindez csalás, hiszen a bank nem kér ilyen módon személyes adatokat, így azokat soha ne adják meg, tette hozzá a rendőrség. Napjainkban egyre elterjedtebbek az internetes csalások, így e-mailekkel, SMS-sel, de még telefonhívással is adatokat próbálnak kicsalni az emberekből. Ezek az üzenetek általában nem helyesen megfogalmazott szövegek, hiszen több benne a helyes írási hiba, ami feltűnő kell, hogy legyen a címzetnek. Szamosvölgyi Péter polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy mindenki figyeljen oda ezekre az apróságokra, valamint a telefonhívásokra is, hogy ne váljanak áldozattá. Telefonon csalók hívják föl a valóban működő telefonszámokat, és jelzik, hogy az elmúlt fél órában a bank, ahol a számláját vezetik az illetőnek,
több alkalommal vette észre, hogy levettek pénzt a számlájáról, és hogy ő volt-e az. Még azt is elmondják, hogy a beszélgetésről a hangfelvétel készült, tehát teljesen olyan, mint egy valóban banki kapcsolatfelvétel. Ez azonban nem igaz. Úgyhogy a legjobban azt teszik az ügyfelek, hogy leteszik a telefont. Mert hogy bizonyára más oka van a történetnek, bizonyára a számlaszámra lesznek kíváncsiak, vagy egyéb adatokra. A másik csalás pedig az az, hogy valamilyen videószolgáltatónak lejárt a futamideje, és a megújításáért pénzt kell elutalni egy megadott számra, ez pedig interneten terjed. A sátorai újhelyi rendőrkapitányság felhívja ezzel kapcsolatban a figyelmet, hogy semmiképp ne adjanak meg bankkártya adatokat telefonos hívás esetén, valamint ne kattintsanak rá a szöveges üzenetben küldött linkre. Ne adjunk teret ezeknek a hívásoknak, SMS-eknek, e-maileknek, tehát mindenkiben merüljön fel a gyanú azonnal, főleg úgy, hogyha olyan banktól kap egyébként értesítést, ahol nincs is teszem azt számla vezetése. Streaming szolgáltatóktól, hogyha tudja egyébként, hogy havi rendszerességgel befizeti a havidíjakat, akkor nem fog kapni egyébként olyan SMS-t, hogy megszüntetik a számláját, vagy a pontosabban az ott vezetett fiókját. Nagyon sok esetben egyébként ezekben az e-mail címekben eltérés mutatkozik. Tehát, hogyha valaki alaposabban megnézi ezeket a SMS-eket, e-maileket, akkor vagy egyébként helytelen magyarsága vannak megfogalmazva, vagy az adott streaming szolgáltatónak a neve után még olyan további karakterek szerepelnek, amik egyébként, hogyha megnézi a hivatalos oldalnak, ezek ott nincsenek benne. Tehát innentől kezdve már gyanúsá vált a történet. A harmadik, ugye a telefonhívásoknál történt adategyeztésnél, pedig tehát csak ismétlen tudom önmagamat, semmiképpen ne adjunk meg telefonon keresztül, se SMS-ben, se e-mailben egyébként senkinek semmilyen személyes adatot. Hörcsik Gábor hozzátette még, hogy az internetes vásárlásoknál is több mindent vegyenek figyelembe. Nézzenek utána a cégnek vagy a magánszemélynek, akitől vásárolni szeretnének. Az internetes vásárlásnál pedig hát igen, az egy nehezebb történet. Nagyon sok hivatalos cég is előreutalással megy bele csak a vásárlásba. Hát ott meg kell próbálni egyébként arról meggyőződni, hogy hivatalos az oldal, illetve utána kell nézni egyébként a interneten annak, hogy ezek a személyek, akik árulják ezeket a termékeket, teszem azt, valahol feldobja a nevüket egyébként az internet, hogy már engem is becsaptak, hát akkor már semmiképpen nem menjünk bele ebbe az üzletbe, vagy akkor inkább válasszuk a gyanú merül bennünk, akkor válasszuk egyébként a személyes átvételt, hogyha lehetséges. Jelenleg nem folyik ilyen jellegű büntető eljárás Sátorai Újhely is környékén, azonban internetes vásárlással kapcsolatban igen, tette hozzá Hörcsik Gábor rendőr őrnagy. Az Európa jövő generációjáért alapítványnak köszönhetően ingyenesen végezhetett el drónpilóta képzést a Kossuth Lajos Technikum Szakképző Iskola és Gimnázium 10 kadétja. Ennek a pilóta nélküli kisgépek alkalmazásához szükséges jogosítvány megszerzése volt a lezárása. A fiatalok az egyre népszerűbb és szerteágazóbban alkalmazott repülő szerkezetek alkalmazásának jogszabályi hátterét és gyakorlati kezelését sajátíthatták el a tanfolyam során, melynek a civil életben is hasznát tudják majd venni. A különböző méretű és funkciókkal ellátott drónok már hazánkban is nagy népszerűségnek örvendenek, annak ellenére, hogy azok jogszerű használata még sok kérdést vet fel. Bár szabályozás már létezik erre, hogy nagy biztonsággal tudják használni azokat. A Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Gimnázium 10 diákja vett részt drónpilóta képzésen. Ennek köszönhetően a drónok használatához kötelező engedélyt tudták megszerezni. Most ez zárta le egy elméleti vizsga. A drónokat a gépjárművekhez hasonlóan különböző kategóriákba sorolják a kezelési engedélyek alapján. Van egy C0-as, ez egy hobbi kategória. Ebbe tartozik minden olyan drón, amely 120 grammot ugye nem haladja meg, illetve van egy maximális sebesség, amit megadnak. Ez ugye méter per szekundumban van megadva, ez 30 méter per szekundum, valamint megadnak egy legmagasabb tengerszint feletti magasságot, amit ugye nem lehet túllépni, ez a 120 méteres magasság, ami meg lett határozva. Emellett van még ez az A1, A2, A3, most jelenleg ugye a diákok A1 és A3-as drón jogosítványt tettek le, amely a képzés ugye egy 40 feleletválasztós kérdésből áll, mind
mind magára az engedélyre, mind a magának a drónnak a regisztrációjára tesz fel kérdéseket. Ugye az A1-A3 kategóriára vonatkozik a második legkevesebb ugye, szabályzat. A legfontosabb szabályok közé tartozik, hogy a repülő eszközök nem alkalmazhatóak emberek sokasága felett, így az elsősorban lakott területen kívüli használatot jelent. Kivételt képeznek a külön engedéllyel rendelkező repülések. Illetőleg minden esetben be kell jelenteni a légtérhasználatot is az illetékes hatóságnál, ezt is megtanulhatták a diákok. A képzést egy alapítvány térítésmentesen biztosította a kadétok számára. Amit tudni kell róla, hogy ez önmagában egy 100 000 forintos képzés, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lehetőség volt a diákunk számára. Pályázni kellett erre a gyerekekkel, és én azt gondolom, hogy ha bármikor kapunk ilyen lehetőséget, akkor az iskola mindig megpróbál lecsapni a lehetőségre, hiszen nagyon sok kadétunk kimaradt, mert hogy 9-10. Évfolyamosak a kadétjaink, és 16 éves kor felett lehetett csak részt venni a programban, ezért többen majdnem sírva fakadtak, hogy nem jutott nekik rá lehetőség. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a többi kadét is részt vehetne későbbiek során ebben a programban. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a honvédelem témakörhöz kapcsolódhat nekik, de akármikor az életben használt vehetik. A sikeres vizsgát tevő kadétok az elméleti teszt kitöltése után még gyakorolhatták a drón kezelését is, mely láthatóan nagy izgalommal töltötte el őket. A Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Óvodában minden éven megemlékeznek védőszentjükről, így idén januárban is egy programsorozat keretében hirdették meg színes programjukat. Így például Szent Margitról készíthettek alkotásokat a nagycsoportos óvodások egy országos rajzpályázatra. Az eredmény kitűnő, hiszen több díjazott is lett az intézményből, mondta híradónknak Benedekné Szabó Andrea, tagintézményvezető. Néhány héttel ezelőtt számolt be híradónk arról, hogy a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Óvoda nevelő is gyermekei védőszentjükre emlékeztek. Ezen programsorozat alkalmából hittanórákon beszélgettek a kicsikkel Szent Margit életéről, valamint különböző technikákkal készítettek alkotásokat egy távolabbi intézmény felhívására. Január 18-án ünnepeltük védőszentünket, Árpádházi Szent Margitot. Ez alkalomból programsorozat volt óvodánkban, aminek része volt az is, hogy a kőszegi óvoda által meghirdetett Árpádházi Szent Margit rajzpályázaton több gyermekünk munkája is részt vett. Különböző technikákkal készült Szent Margit képeket küldtünk be. Ezekből a munkákból készült ovi kiállításunk annak idején, és ezek a munkák kerültek díjazásra az ottani zsűri által. Első, második helyezett és külön díjasunk is van. A gyerekek örömmel készültek a rajzpályázatra, és boldogan vették át az elismeréseket. A munkák közül két gyermekünk külön díjat nyert, két gyermek első helyezést kapott, egy gyermek második helyezett lett, és emléklapokat kaptak még azok a gyerekek, akik szintén nagyon szép és nagyon kidolgozott munkákat küldtek be. Erre a rajzpályázati meghívásra most első alkalommal került sor. Reméljük, hogy ez hagyományteremtő lesz, és szeretném kapcsolatban maradni a többi Árpádházi óvodával. Szent Margit az önfegyelmezés is a keresztény szeretet példaképének tekintett, a munkától se visszariadó és tiszta életet élő szent. Az intézmény minden éven megemlékezik róla. Társasjáték klubot indít a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár. Havonta egyszer szervezett keretek között várják az érdeklődőket, mintegy 30 társasjátékkal, melyek között vannak régi és új játékok, az agyat, szerencsét vagy ügyességet próbára tevők egyaránt. Természetesen a könyvtár beiratkozott olvasói nyitvatartási időben bármikor kipróbálhatják az intézmény valamennyi társasjátékát. Már megszokhatták a helyiek, hogy a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár mindig újabb és újabb ötletekkel várja az érdeklődőket. Kézműves foglalkozások, diavetítés, papírszínház, meseolvasás. Mind-mind gyakori programok. Eddig is lehetőség volt különböző társasjátékokkal játszaniuk a gyermekeknek, azonban most havi rendszerességgel társasjátékklubot is indítanak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A tavalyi évben könyvtárunk új társasjátékokkal gazdagodott, és az éven pedig március 3-ától havi szinten társasjátékklubot tervezünk szervezni, amire egészen a kisgyermekektől kezdve a idősebb korosztályig várjuk az érdeklődőket. Ezek általában pénteki napokon fognak megrendezésre kerülni, havonta egyszer, 16 órától 18 óráig. Vannak az agyat, a szerencsét, vagy épp az ügyességet próbára tevő játékok egyaránt,
Így mindenki meg tudja találni a saját érdeklődési köréhez jól illeszkedő játékokat, amint egy 30 rendelkezésre álló társas játékból. Az érdeklődők új játékokkal is játszhatnak, és ugye könyvtárunk állományában találhatóak a retro stílusú társasjátékok is, azokat is elővesszük, és játszhatnak azokkal is az idősebb korosztályban lévők. Az intézmény várja minden hónapban szervezetten az érdeklődőket, azonban a könyvtár beiratkozott olvasói nyitvatartási időben bármikor máskor is kipróbálhatják az intézmény társasjátékait. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Május 8-a a Nemzetközi Nőnap, virágoztás hagyománya folytatódott Csátoraljaújhelyen. Internetes és telefonos csalókra figyelmeztet Csátoraljaújhely város önkormányzata és a Csátoraljaújhelyi rendőrkapitányság. Társasjáték klubot indít a Csátoraljaújhelyi városi könyvtár. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben. Holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!